Salgótarjánban tartotta soron következő tanácskozását a Nemzeti Pedagógus Kar elnöksége. Az eseménynek a Megyeháza nagyterme adott otthont, ahol elsőként Horváth Péter, a köztestület elnöke beszélt a konferencia feladatairól. A rendezvényt megelőző tájékoztatón pedig arról, hogy milyen feladatokat lát el a Nemzeti Pedagógus Kar. Mi magunk is mindannyian gyakorló pedagógusok vagyunk, de ugyanakkor nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy időről időre találkozzunk különböző területeken. Egyrészt a terület képviselőivel, tehát az itt a Nógrádi Pedagógus Kar elnökségével, elmondják ők is, hogy itt mit látnak, hiszen minden területen más és más problémák kerülhetnek elő, és bár deklaráltan a Nemzeti Pedagógus Kar nem egyéni problémákat tud megoldani, de az egyéni probléma felvetések lehet, hogy jellemzőek. Másról is, hogyha ilyet kapunk, akkor ezt nyilván szeretnénk jelezni azokon a megfelelő fórumokon, ahol lehetőségünk van a jogszabályok szerint. Elhangzott, hogy a köztestület feladata a gyakorlati tapasztalatok összegyűjtése mellett a javaslattételek megfogalmazása. A nagy horderejű kérdések nyilván azok, hogy mi lesz a pedagógusokkal, lesz-e megfelelő utánpótlás, választják-e annyian ezt a csodálatos pályát, akik alkalmasak lesznek ellátni a feladatokat. A fenntartás működtetéssel kapcsolatban a tankerek és a centrumok is azt gondolom, hogy nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttek, megvannak azok, hogy mik váltak be, és megvannak azok, hogy mi lehetne változtatni, elegendő forrás arra, hogy ne csak a napi működésre fusson, hanem fejlesztések is lehessenek, ezbe azt gondolom, hogy bőven van pótolni való az államnak, hogy a tankerek nagyobb költségvetésekkel dolgozzanak, és valóban olyan környezetet tudjunk biztosítani a diákoknak, amelyek alkalmasak lehetnek a humán erőforrás mellett, az infrastruktúra, a felszerelések, hogy valóban egy 21. századi környezetben és módszerekkel tudjuk őket oktatni. A konferencián a fontosabb témák között szerepelt még az új nemzeti alaptanterv, melyről azt remélik, hogy valóban új alapokra helyezi az oktatást.